Figyelj rám! Sok szeretettel köszöntöm a Hatos csatorna nézőit, Figyelj rám című műsorunkat látják, melyben fiatalokkal és meghívott vendégekkel beszélgetünk olyan témákról, amik valahol mindenkit, de elsősorban a fiatalokat érintik. Most a zene hatásáról lesz szó, erről beszélgetek a 10-18 éves fiatalokkal. Szerintem kezdjük azzal, hogy két érdekes dolgot hallottam a zenével kapcsolatban. Az egyik az, hogy a zene hallgatás helye az autó. Másrészt pedig érdemes végig gondolni azt, hogy mondjuk, ha ti utaztok BKV-val, vagy autóval, vagy bármivel, akkor hallgattok a zenét, és hogyha igen, akkor hogyan? Én szoktam, tehát vagy autóval inkább kevésbé, mert általában a szüleimmel megyek, és én azt szeretek velük beszélgetni. Mikor BKV-val megyek, akár iskolába, akár valamilyen programra, ott fülhallgatóval szoktam, de ott is az egyiket mindig kiúzza, hogy ne legyen, kevésbé legyen balesetveszélyes. Meg van, amikor ilyen nagy fejhallgatóval, hogy ne károsítsa annyira a fülemet. Ilyen kicsit halkabban, tehát nem szeretem, mert akkor elfelejtek leszállni a buszra, hogyha nem hallom, hogy milyen megálló van. Volt már ilyen eset, teszem hozzá. Én, ha BKV-val utazom egyedül, akkor sem mindig szoktam zenét hallgatni. Van, hogy túlságosan el vagyok merülve a gondolataimban, mert olyan fontos dolog történt, vagy nagyon megrázott az esemény, és emiatt inkább csöndesebben utazom. Hát én, hogyha utazom, akkor általában, ha nem felejtek el fülhallgatót vinni magammal, akkor zenét hallgatok. És hát igazából én ilyen hangerővel hallgatom, ami ez éppen kedvem van. Szóval, hogyha nem akarok hallani az egész világból semmit, akkor nagyon fel tudom hangosítani. Akkor lényegében megállapíthatjuk azt, hogy egy nagy füles vagy kis füles mindig ott van a táskátok mélyében. A kérdés az, hogy miért fontos, vagy miért szükséges az, hogy az ilyen eseményekkor, amikor egy magunkban vagyunk, akkor mindenképpen zenét hallgassunk. Szerintem azért, mert így nem unatkozunk. Mert ugye, hogyha van egy alapzene a fülünkben, még hogyha nem is csak nem hangosan, akkor már van valami gondolatunk amiatt. Mert nekem például általában jönnek így gondolatok rá mindig, és akkor nem unatkozok, hogyha egyedül vagyok se. Van materiális figyelmet, tehát akkor van, hogy a zenére figyelsz, és nem a külvilágra. Mondjuk ez néha hátrányos is, de hogyha mondjuk éppen nem kell semmire se figyelned, és csak utazol a buszon, és nézel ki a fejedből, akkor jó, hogyha hallgat zenét. Hát, meg hogyha például én nagyon sokszor utazom ugye sötétben, amikor mondjuk edzésről megyek haza, vagy ilyesmi, és akkor nagyon praktikus, mert hogyha csak a félfülemmel is, de hallgatom a zenét, és ez valahogy így megnyugtat, meg nem félek annyira elmenni egy utcában, csak úgy egyedül, és lehet, és akkor nem fogok mindig magam mögé nézni, hogy Isten, most kijön utánam. Ezt mondjuk attól függ, milyen zenét hallgatsz. Én ezt nem szoktam ilyen zenét hallgatni, többféle. És akkor amúgy el is érkeztünk ahhoz, ahol ki szerettem volna lyukadni, hogy milyen hatása van a zenének. Tehát mondhatjuk azt, hogy van pozitív is, de van negatív hatása is. Hát van olyan zene, amit nem szeretsz, vagy nagyon utálsz. Akár idegesíthet is, és szerintem az negatív hatás. Igen, de hogyha van egy olyan zene, amit nem szeretsz, azt nem töltöd a telefonodra, és nem hallgatod. Igaz, de nem mindig fülessel hallgat zenét, és nem mindig te hallgatod, amit hallasz. Ez is igaz. Igen, mondjuk nálunk így az öltözőkben van az, hogy néha az osztálytársaink bekapcsolnak zenét, és hát én nem mindig szeretem, sőt, általában nem szeretem, amit ők bekapcsolnak, és hát így akkor mondom, hogy kapcsoljátok ki, légy szíves, de nem, mi is végighallgattuk a te rossz számaidat, úgyhogy most te is végighallgatod az enyémeket, úgyhogy ez egy nagyon pozitív élmény, hogy zenét hallgatunk az öltözőben, de amúgy számomra pozitív hatás az általában, vagy megnyugtató, vagy csak úgy figyelemmel terelő. Szerintem vannak olyan dolgok, amikre érdemes odafigyelni, és vannak olyanok, amikre nem. És amikre nem érdemes odafigyelni, akkor jó, hogyha berakunk egy zenét, és inkább arra figyelünk, mert egyszerűen nem zavar az, hogy itt az ember mellettem a buszon, és vajon mit gondol rólam,
De hogyha mondjuk tanulunk, vagy valami olyan dolgot csinálunk, amihez koncentráció kell, vagy oda kéne, hogy figyeljünk, akkor nem jó, mert akkor is elvonja a figyelmünket. Csak akkor egy fontosabb dolog elől. Tehát akkor azt mondod, hogy van olyan alkalom, amikor a zene zavaró lehet, mint például a tanulás esetében. Én tanulás közben is szoktam zenét hallgatni. Igen, én is. És nekem kicsit segít. Igen, meg én már. Bocsánat. Nekem például a matematika tanárom írtunk valami hatalmas tézit, meg szerkesztettünk, és olyankor beszokott nekünk kapcsolni a gépről. Nem ilyen metal zenéket, meg ilyeneket, hanem ilyen... Vannak, hogyha beírjuk a YouTube-ba, hogy zen, és kiad ilyen egyórás, ilyen meditációs zenéket, és ez bekapcsolja, és olyan megnyugtató, és annyira segít, mert így nem beszélnek senki nem beszél, de nagyon megnyugtató, és sokkal könnyebben ráfigyelek a dolgozatra. Szerintem egyébként nekem azért jó zenét hallgatni tanulás közben, mert hogy nem tudok, illetve akkor nem is kell folyton arra koncentrálnom, amit éppen tanulok, hanem néha ilyen pár perces részekre így a zenére koncentrálok, és én tök vicces, hogy így felváltva a kettő. Nagyon érdekes, hogy valamelyik felmérés azt mondta, vagy írta, hogy igen, van a zenének pozitív hatása, de ezeket csak akkor tudod használni, vagy beépíteni magadba, hogyha nem hallgatod hangosan a zenét. Attól függ, hogy milyen messze vagy a hangforrás. Igazából szerintem ez kedvtől függ. Tehát, hogyha dühös vagy, akkor szereted jó maxra feltolni a hangerőt. Attól függ, kire vagy dühös, igen. A szomszédokra, akkor igen. 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 És így kidühöngni magad, tehát a hangerőn is lehet úgymond kicsit hangulatjavító. Tehát, hogyha meg nagyon szomorkeskedő, akkor nem föltolod, hogy ilyen metál, hanem egy kicsit le, és így leeresztesz, és kicsit próbálsz megnyugodni. Szerintem mindenkinél van ebből a szempontból is egy ilyen inger küszöb, hogy ki mennyire szereti hangosan hallgatni a zenét. Úgyhogy aki hangosabban szereti, az hangosabban hallgatni. Igen, de hogyha szeretem hangosan hallgatni a zenét, akkor lehet, hogy szeretem, de mondjuk amikor tanulnom kell, akkor nem biztos, hogy jó. Mármint lehet, hogy én nem veszem észre, de attól még nem jó, és ezért lesz az, hogy egy óráig tanulunk a fél óra helyett. Engem például nagyon zavar, hogyha hangos a zene, mert egyszerűen idegesít, hogy nem tudok másra figyelni amellett, mert kitölti az egész agyamat, hogy ezt most ki kell valahogy zárni, mert ha olyan hangos a zene, akkor az egyszerűen bántja az egész gondolkodásomat, és azt egyszerűen munka kell, hogy ezt kizárjam. Igen, de mondjuk, hogyha megfigyelitek a saját reakciótokat, mondjuk akkor, amikor egy olyan zenét hallotok, amit még nem hallottatok, most hallgatjátok először, és mondjuk, nem tudom, viszonylag halkan megy. És elkezdi felkelteni az érdeklődéseteket, és mondjuk elkezd tetszeni. Akkor mi az automatikus reakció? Hangosítsuk már föl, hallgassuk meg hangosabban. Én ha buszon hallgatok zenét, akkor általában kicsit halkan szoktam, hogy egyrészt a körülöttem lévőket ne zavarja, és a fülemet se bántja. És van, amikor hangosabban hallgatom egy picit, és új hangokat hallok a zenéből. Tehát vannak ilyen rejtett hangok benne, amiket halkan nem hallani. Én is tapasztaltam ezt, tehát amikor egy kis fülesre így bedugtam az egyik dalt, és egy filmbetét dal volt, és így hallottam, tehát kicsit ilyen visszhangos volt az egész, és ettől sokkal jobban átjött a film jelenete, és így képernyőn tudtam nézni, és annyira jó volt, hogy hallottam közben az ilyen kicsit háttérzajokat, amit aláfestő zajt, és annyira jó volt. Szerintem viszont, hogyha halkan hallgatjuk, akkor azok a hangok, amiket hangosan jobban hallanánk, azok ugyanúgy megvannak, csak a teljes egésznek a részeként jönnek át a fülünkbe, és egyszerűen kiegészítik a zenét. Eddig sokat beszéltünk arról, hogy mi van, hogyha hallgatjuk a zenét, de most beszéljünk arról, hogy mi van, amikor énekeljük azt, úgyhogy következzen az Unicum Laude. Ha szabad, akkor én idézettel kezdenék. Kodály Zoltán azt mondta, hogy lehetetlen teljes lelki életet élni zene nélkül, és ha vannak a léleknek olyan régiói, ahova csak a zene világít be. Én azt gondolom, hogy nagyon igaza volt, és amikor mi éneklünk, akkor kicsit ezt átéljük, hogy a lelki mélységeit is megéljük. És hogy egy ellenpéldát mondjak, mert itt elhangzott, hogy valaki tanulás közben, vagy más tevékenység közben egy zenét hallgat. Engem például zavar, hogyha közben zene szól, amikor nem tudok arra odafigyelni. Tehát a zenét én akkor tudom igazán
átélni, hogyha oda tudok komolyan fordulni hozzá, és oda tudok figyelni. Elég komoly különbség van szerintem egy átlagember és egy zenész zenehallgatási szokásai között. Érdekes volt hallani itt a különböző véleményeket, pont ez a tanulásos, tanulás és zene együtt például nekem biztos, hogy ugyanígy kivitelezhetetlen lett volna valaha is, mert háttérzeneként nem tudom. Nem, nagyon kevés olyan zene van, amit háttérzeneként tudnék hallgatni, azt meg nem érdemes. És most én elég sokat vezetek Budapesten, vagy hát mindenfelé, és szinte sosem hallgatok zenét, majdnem mindig hírrádiót. Nagyon érdekes, hogy én is sokat gondolkodom, hogy vajon miért van ez, de azt hiszem, aki csinálja a zenét, az egészen más. Kikapcsolódás az, amikor nem kell végre zenét hallgatni. Picit viccesen. De az is érdekes egyébként, és pont a közösségi oldalakon találkoztam egy ilyen kiírása, hogy nincs szükségem terapeutára, mert kórusban éneklek. Tehát valahol ez egy lelki töltekezés is. Hatása van a zenének arra, aki énekel, mint aki hallgatja, szerintetek? Hát véleményem szerint adott helyzetben igen. Tehát azért, aki énekel, az másképpen éli meg az adott pillanatban a zenét, mint aki hallgatja ugyanazt az éneklést, ugyanazt a zenét, mert hisz előállítja azt a... Zajt. Igen. Egyfelől kifelé jön belőle, a hallgató az pedig befogadja ezt a produktumot, és ez emiatt mindenféleképpen teljesen más véleményem szerint. Hogyha én megpróbálok keresgélni élményeket, rengeteg koncert élményem van, ahol nézőként, hallgatóként voltam jelen, vagy rádióműsort hallottam, vagy lemezeim vannak, azért a legmaradandóbb élmények, azért azokhoz kötnek, amikor én részese lehettem egy koncertnek, és ott énekeltem. Hogy a zene az néha inspirál, most éppen arról beszéltünk, és titeket a zeneírásban, vagy ilyen énekesek mi inspirál, tehát más zenék, vagy esetleg más? Előadó művészként megint csak többségű ez a dolog. Tehát nem csak a zene hallgatásként van háttérzene és aktív zenehallgatás, hanem nekünk is van sokszor olyan zeneművet kell előadni, amit nem biztos, hogy szeretek,
de ezt kérték, vagy mint professzionális énekes ezt kell előadnom. És van az a fajta zene, amit én választok, vagy a kedvencem, és az egészen máshogy élem meg. Tehát én, mivel ez is egy szakma, sajnos meg kell tudnunk csinálni, vagy hál' Istennek meg kell tudnunk csinálni azt is, hogy én nem szeretem azt a zenét, de olyan hitelesen kell tudnom előadni, hogy azt az akármelyik hallgató, aki ott van, ő élményként élje ezt meg, és ne pedig azt, hogy hát ez az ember biztos, hogy utálja ezt a zenét. És ugyanez igaz az érzelmekre is? Tehát itt arra gondolok, hogyha mondjuk aktuálisan rossz kedved van valamiért, de vidám zenét kell énekelni és átadni, akkor itt is különbséget kell tudni tenni a kettő között? Abszolút. Természetesen. Nagyon nehéz, van ilyen. Nekem volt egy olyan, egyik énektanárom mesélte azt, még az ő énektanárjáról, hogy az édesanyja halála napján volt egy koncertje este. És délelőtt megtörtént ez a szörnyűség, este ki kellett állni a színpadra és előadni a nem tudom éppen milyen művet, de szinte teljesen mindegy, hogy most vidám vagy nem vidám. És hát ennyire szakma ez, hogy igenis, mint egy színész a színpadon, nem én rám kíváncsiak az én saját problémáimra, hanem azt, hogy ő, aki odajön a nézőtérre, az élvezni akarja, és nem pedig szenvedni attól, amit csinálok. És ez a legnagyobb inspiráció egyébként, hogy a befogadó közeg az hatása alá kerüljön a koncertnek, az előadásnak. Jó közönség nélkül nincsen jó előadás, igen. Az biztos. Hatás alá kerültök, amikor énekeltek, szóval amikor én zenét hallgatok, akkor egyfajta ilyen, hát én burok van körülöttem, és akkor ez rátok is igaz, mint énekesek. Rám igen. Abszolút. A feleségem meg szokta kérdezni, amikor véletlenül nincs ott egy koncertem, hogy na, hogy sikerült? Nem tudom. És tényleg, tehát ha visszahallgatom például, akkor az egészen furcsa dolog, hogy ezt így csinálta, ez is volt. Szóval igen, ez burok, az megvan. Abszolút egyetértek, de azért abban különbözünk, hogy bennem ugye a koncert után, mondjuk egy egyórás koncert, az így még lefut, mint egy film. Tehát én vissza tudok emlékezni elemekre, hogy mi hogy történt. Jó, hát a gép vagy, ez más. Hogy hogyan gondolkodnak a témánkról a fiatalok, az a következő pár percből kiderül. Szerintem azért hallgatunk zenét, mert a zene az életünk része. Szerintem nem lehet nélküle élni. Ha valaki mondjuk unatkozik, akkor egyszerűen szerintem elkezdi dúdolni a kedvenc számát. Egyrészt felvidíthat a zene, és ha rossz kedven van, akkor és nem hallgat zenét, akkor szerintem még rosszabb lesz a kedved. Szerintem, hogyha valakinek szomorú hangulata van, akkor, hogyha egy nyugodt, lassabb zenét hallgat, akkor hát olyan hangulata lesz, és így megnyugszik ettől. Szerintem a szomorú zenéből is lehet így tanulni valamennyit. A zenének pozitív hatása lehet, hogyha olyan zenét hallgatsz, ami erőt ad mondjuk a tanuláshoz, vagy versenyekre, vagy bármire, és az ad egy löketet, hogy te minél jobban teljesíts. Én minden reggel rádióra ébredek, és így nagyon szívesen hallgatom a zenét, felvidít, felkészít a napra. Leginkább otthon szoktam a szobámba, mert akkor csend van, és csak a zenére tudok koncentrálni, és ez is megnyugtat. A következő percekben az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola énekkarától hallhatunk pár dalt. Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzánk őrangyalát, terjessze ránk szent áldását, köszöntsük a Szűz Máriát, köszöntsük a Szűz Máriát, vele együtt őszert.
Sok kérdésünk van még a zenével kapcsolatban, de mindig megvilágítjuk az adott témánkat egy harmadik szemszögből is, úgyhogy következzen a következő vendégünk, Elmolnár István református lelkész. Nekem nagyon tetszett az inspiráció, de egyszer az adott eszembe, hogy konspiráció is az egész. Tehát egyszerre valami olyan belső világnak a megmutatása fontos, először a megélése, utána a megmutatása, és utána annak a varázsának a bevonása. Hogy aki előadó előadja a zenét, előadja az éneket, vagy a művészetet, az maga is hatás alá kerül, és azt a hatást sugározza. Bele sugározza a hallgatókba, és ezzel konspirálja őket, hogy jöjjenek oda, és legyenek velünk is egy lelkülettel. Tehát itt valahol nem csak egy magán dologról van szó, egy egyszemélyes vállalkozásról, hogy előadom, amit leírt a zeneszerző, hanem ott akkor aktualizálom, és egy csodálatos szakrális teret hozok létre azzal, hogy éneklek, és egyszerre énekeltetek is, mert bennük is megszorol a léleknek a hangja ugyanúgy. Bocsánat, hogy ugye te lelkész vagy, és hogy igen? Egy ilyen Isten tisztelet alkalmával az a zene, ez mennyire része ennek? Hát a zene az az imádságnak egy csodálatos ajándéka, mert amikor az ember hallgatja a zenét, akkor belül valami elindul. Tehát része az Isten tiszteletnek a zene, hiszen anélkül el sem lehet képzelni, sőt van, ahol nagyobb hangsúlyt kap a zene, mint az igehirdetés. Tehát valahol a zenének egy csodálatos ajándéka van, a hang, a voxa humana, az emberi hang, vagy a hangszeres játék, a különböző hangszerek, ezek mind egy olyan dallamvilágot hoznak létre, mint az angyalok jönnek, és ott elkezdenek valamilyen csodálatos szimfóniában előadni lelkileg, mozgatják a húrokat, és feszítik az embernek a belső lelki világát. Tehát az istentisztelet nagyon fontos része az ének, és végül is a énekben együttes való, egyben való részvétel az énekkel. Tehát én magam is éneklek, és hallgatom. És akkor minden zene lélekmozgató? Így van, meg vagyok volna győződve, ami a lelket eléri, az mozgatja. És ha nekem azon a hullámhosszon vagyok, amint a lelkem, akkor működik a rendszer. Mert akkor én magam is része vagyok annak a zenének, átélem embervoltomból azt a csodálatos fázist, amin keresztül én el tudom fogadni és rá tudom helyezni az életemet. A zenén keresztül arra bizonyos dologra, amire ez a zene szól, tudnék, a zene Istenről szól. Máshol nem szólhat, akármiről szól, mindig Istenről szól, mert ő mozgatja az embernek a lelkületét. És ezt találta meg a zeneszerző is, kimondva vagy kimondatlanul. És hogyha a zeneszerző nem is Isten nem csak megmozgatta, hanem Isten tulajdonképpen így benne van a zenében tulajdonképpen, mert egy templomi énekben, ami annyira megmozgat minket, az megmozgathatja a lelkünket, és általában ugye Isten mozgatja meg a lelkünket, és akkor a zenében benne lehet ez is, nem? Természetesen meg vagyok győződve, hogy eszköze a zeneszerző Istennek, és azért írja le, nem csak a maga hobbiára, mert azért mondjuk meg őszintén tehetsége van zenésznek. Tehát én nem tudnék zenét szerezni, mert nekem nincs hozzá tehetségem. Nekem nem az a talentumom, mint a itt lévő testvéreknek, akik eleveikben ezt tudják, hogy miről van szó. Én csak gyönyörködöm benne, meg hallgatom, és ugyanakkor része az életemnek, és az Isten tiszteletnek is a zene, és meg vagyok róla győződve, hogy az Úristen is élvezi ezt a zenét, a szép zenét. Biztos vagyok benne. Mozartot fönt lehet hallgatni, de Johann Sebastian Bachot is. Szóval biztos vagyok benne, hogy valamivel fogunk találkozni a fönt, valamelyik zenével. Igen, ez végül is lehet egy kérdés felétek is, hogy szerintetek mi a zenének a célja? Nektek mi a meglátásotok erről? Miért van zene a Földön? Isten dicsőítésére. Hát a művészeteken belül szerintem ez a legnagyobb ajándék, amit az Istentől kapott az emberiség, a zene, mert ahhoz nem kell semmilyen képzettség, semmilyen tudás, az egész egyszerűen csak az érzelmekre, a lélekre hat. És innentől kezdve ez a lényege szerintem a zenének. Mondjuk az akkori, tehát például egy bakkorabeli közönség és a mai között óriási különbség van, ugyanis van egy Nikolaus Árdonkór nevezetű, sajnos már tavaly meghalt, a zenepápájaként nyilvántartott nagyszerű karmester. Az egyik legjobb könyvében idézi, vagy hát foglalkozik azzal, hogy tulajdonképpen a francia forradalom idején rettenetesen nagy veszteség érte a zenét. Ugyanis az előtte mindenféle esztétikai
értékkel bírt, utána pedig szigorúan, ahogy ti is mondtátok, majdnem mindig, hogy egy zenének nyugtatnia kell, szépnek kell lennie, és akkoriban nem ez volt a lényeg. Tehát most csak azt szeretnénk, hogy a zene ne zavarjon minket, hanem nyugalmasan egy élményt, szépség ideált, bármit közvetítsen felénk, akkor pedig igenis az volt a lényeg, hogy bement a templomba, és például a karácsony oratóriumban is vannak olyan recitatívok, olyan részek, amelyek nem a szépségről szólnak, hanem éppen megrettentik azt az embert, és arra figyelmeztetik, hogy te csak egy nagyon pici pont vagy ebbe a templomba. Köszönöm szépen mindenkinek a beszélgetést, a nézőknek pedig a figyelmet, további kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek, viszontlátásra! Figyelj rám!